az utolsó időkben vagyunk, és vigyázzunk el, hogy meg ne vessük Isten igéjét, mert a régiek sem menekültek meg, és mi sem fogunk, ha elfordulunk attól, aki a mennyekben van. Íme eljövök hamar, mondja a Szentírás, mert én vagyok az Alfa és az Omega. Jelenések könyve 1. fejezet és 8. igéje. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Az első és legfontosabb, hogy tudjátok, hogy a gyülekezeti korszakban, és most ebben vagyunk, a Szent Szellemmel betöltekezett keresztényeknek megnyílnak a titkok, amelyek a közeljövőbe bekövetkeznek. Ez az elragadtatásunkat is jelenti, a hívőknek a kivételét a földről. Először lesz az elragadtatás, ami nekünk az újjászületett keresztényeknek a 7 év megpróbáltatásait nem kell elszenvednünk, ami majd a földre fog jönni. Igékkel fogom nektek bebizonyítani, ez nagyon rövid idő, amit most előhozok. Az Úr el fogja ragadni az övéit még a nagy megpróbáltatások előtt. A Jenesek 1. fejezetében János apostol Patmos szigetén kapott látomást. És Jézus üzenete a gyülekezetnek figyelmezteti a gyülekezeteket a tévedésekre, hamis tanításokra, de egyben bátorítja és ösztönzi őket a győzteseknek járó jutalom reményével. Izraelre egy 7 ítéletév száll, ez 2-3,5 évre fog tagozódni, és a 7 ítéletév során Isten 21 csapással sújtja a föld lakóit. Nem mindenki fog elragadtatni, csak aki az új teremtés, akik újjászülettek. Pici, igen pici, rövid összefoglaló az utolsó időkről. Mi, akik újjá vagyunk születve, ahogy a kegyelem korszakának vége lesz, el fogunk ragadtatni. Csapás jön a földre. Ez egy ötelmes 7 év. De mi már akkor semmi, sem a családtagjaink, sem akik újjászülettek, azok nem fognak itt lenni már. Mi elmegyünk, Jézus jön a felhőkön, trombita szóval, és elragadtatunk, és gyermekeink is velünk lesznek. Ez fontos üzenet, hogy fogom az igéket elmondani, a későbbiekben fogjátok hallani, hogy milyen megpróbáltatások várnak a földre. És tudnod kell, hogy az üdvösség imáját helyetted senki nem mondhassa el. Mindenkinek magának kell a hit szavait elmondani. És csak aki segítségül hívja az Úr nevét, azt tartaték meg. És azért az élet, aki a fiú. Tehát a 7 éves ítéletidőszak előtt Isten elragadja az övéit. Micsoda kegyelem ez számunkra, hogy újjászülettünk, és Jézus, ahogy visszajön, elvisz minket a felhőkön át, és elragadtatunk. És a hatalmas nagy megpróbáltatásban a földön mi már nem leszünk, hanem a mennyben. És megjelenünk majd az Úr szent színe előtt, az elvégzett munkánkért, és jutalmat veszünk, mint Jézus Krisztus társadalmasai. Dicsőség Isten! Az Ageus proféta könyve 2:6-7 azt mondja, mert azt mondja a seregeknek, Ura, egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm a házat dicsőséggel, azt mondja a seregek, Ura. Vigyázzunk el. Egy kevés idő, azt mondja az Úr, és megindítja eget és a földet, a tengert és a szárazt. A zsidókhoz írt levél 12:25-29 mondja, vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót megvetették,
sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyektől vagyunk. Kinek szava akkor megrendítette a földet. Most pedig ígéretet tesz mondva. Még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért, mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. A mai időkben sokan megvetik Istent, az ő igéjét. Érdektelenség és közöny vesz körbe minket, amikor Jézusról beszélünk, de fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy utolsó idők vannak. A jelek igen, nagyon kopogtatnak a nemzetek, a népek ajtaján, és komoly, nagyon komoly idők vannak. Isten azt mondja, megindítja az eget, a földet, a tengert és a száraszt. Ezt alig lehet felfogni, hogy minden nemzet meg lesz rázva Isten erejével. Az ég, a föld, a tenger, a száraz föld. Igen, de ki hisz Isten ígéretébe? Kevés helyen beszélnek Isten ígéreteiről. És ha Isten ítéletéről beszélünk, a János 16:8-ban világosan ott van. És mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűnről beszélünk, hisz minden igazságtalanság bűn. És mi az igazság? Isten igéje az igazság. Jézus az út, az igazság és az élet. És ahogy élünk, éltünk, biztos, hogy szembe fogunk nézni Isten ítéletével. Kérlek, vegyétek komolyan Isten időzítését, Isten igéjét erre vonatkozóan, hogy Isten meg fogja rázni még egyszer a földet, a tengert, az eget, és meg fog indulni minden. Hát, beszélnem kell erről az utolsó időkről. Jézus Istentől elrendelt bírója élőknek és holtaknak. Isten elvárja minden embertől, hogy megtérjen. Az üdvözítő Urunk egyben a bíró is. Hálát adunk Istennek, hogy itt vagyunk és élünk. És hát, mik azok a dolgok, amik megrendülnek majd? Lukács 6:46-49. Miért mondjátok pedig nékem, mondja a Szentírás? Uram, Uram, ha nem művelitek, amiket mondok. Valaki én hozzám jő, és meghallgatja az én beszédimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott, és mélyre hat, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyó víz a házba, de az meg nem mozdíthatta, mert a kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát, fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyó víz, azonnal összeomlott, s nagy lett annak a háznak a romlása. Hát a Szentírásból kiderül, hogy mi fog megrendülni. A házakból az egyik a fővényre, a másik a kősziklára épül. Nincs különbség, a vihar mindegyiket eléri. De különbség van a házakban. Mert egyik fővényre, másik kősziklára épül. De ne gondold, mert te hívő vagy, hogy megúszod a vihart. A különbség az, és ezeket az utolsó időket. És készülj, mert az Úr közel van. Közel van, de előtte lesznek még
felüdülés idei, és hát, hogy az Úr készül, hogy meg fogja rázni a földet, amelynek tanúi is vagyunk, nagy háborúk lesznek, ahogy a Máté 24-ben le van ez írva, és ne gondold, hogy mert te hívő vagy, megúszod a vihart. Különbség az, hogy az egyik ház a kősziklára épül, a másik a fövenyre. A fövény az alap nélküli. A kőszikla, aki hallja és megcselekszi az igét. Ez az alap. Az emberek még az igét se akarják hallgatni, de tudomásul kell venniük, hogy igenis közel az Úr. Szeretném felhívni a figyelmeteket. Egyéni életünk megrendülhet. Sok tapasztalatot szereztem a 29 évi szolgálatban. Van, akinek az egész élete megrendül, betegség, válasz, szegénység, rossz kapcsolatok. És azt mondták feladó, nem működik semmi. És tudod miért? Mert fövényre épült az életük, és nem az igére, Jézus Krisztus tanítására. Persze Jézus tanítására is, ha építünk, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz problémánk, de viszont kapunk erőt a legyőzéshez. Máté Evangélium 24. fejezet 3-tól 14-ig. Mikor pedig az olajfák hegyén ülvala, hozzámennének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Nem a világ végét várjuk, hanem az Úr Jézus Krisztus utolsó időket. Tudnotok kell, hogy mi minden vár a földre, milyen megpróbáltatás a négyes igétől. És Jézus felelvén mondanék ki, meglássátok valaki, el ne hitessen titek. Mert sokan jönnek majd az én nevembe, akik ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról, és ez itt is van. És háborúk híreiről, itt van a szomszédunkban sajnos, közel és Európában, és tudjuk a távol-keleten, és a világ sok táján. Ne rémüljetek meg, mert mindezeknek meg kell lenni. De még ez itt nem a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dőkhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis proféta támad, és sokakat elhitetnek. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világ. Bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És a Máté Evangélium 24:10-hez szeretnék még ezt az igét hozzátenni a Lukács evangélium 12:52-ből. Mert a tízes így szól, és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Sajnos ezekben az időkben vagyunk. És akkor nézzük a 12:52-53. Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik meghasonlanak 3-2-en, és 2-3 ellen, és meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen, és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen, nappa a menye ellen, és a menye a nappa ellen.
vagyis minden ház, amelyben nincs egység, szeretet, az megrendülhet. A családok felbomolhatnak. Tudjátok, ami nem Jézus Krisztus tanításán épül fel, az megrendülhet. És nem csak a fizikai építmények rendülhetnek meg, hisz most is tapasztaljuk tűz, víz, földrengés, háborúk által. A Máté Evangélium 24-29 azt mondja, mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fényli, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. Ézaiás proféta 30-25, és lesznek minden magas hegyen, és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak, Európa értékeit le akarja gonosz robbantani. A jelenések 6-12-17 azt mondja, azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lő, és a nap feketévé lő, mint a szőrse, és a hold egészen olyan lő, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, és az ég eltakarodik, mint mikor a papír tekercset összegöngyölíti, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. A földnek királyai és a fejedelmek, és a gazdagok és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szóba, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájába, és mondának a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elő, aki a királyi székben ül a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a nagy napja, és kiállhat meg. Vagyis minden le fog omolni a jelenések könyve. Ez egy profétai látomás. És a Máté 24-29 szerint, amikor minden leomlik, az egek erői megrendülnek, mert az Úr megrázza még egyszer a földet. A Máté 24-29 szerint eljött az ő haragjának nagy napja, és kiállhat meg. Az Úr azt mondja, megrázom az eget, és az egek erői megrendülnek. Jelenések könyve 6-14 megdöbbentő, és az ég eltakarodik, mint mikor a papír tekercset összegöngyölíti, és minden hegy és a sziget helyéből elmozdítaté. Vagyis az Ézaiás 24-21 szerint retteg és verem és tör vár a föld lakóira. Köszönjük Istennek, hogy mi újjászülettünk. Hálát adunk, hogy az Úr közel van, hogy el fogunk ragadtatni. Hát Uram, jöjjön el a Te királyságod ezekbe az időkbe. Mert az emberi jellem nagyon meghanyatlott, amit nem lehet visszafordítani. Romlásnak indulta. Istennek persze van megoldása erre is. Az új teremtés, amely meg tud változtatni. Mert romlottá vált a föld, és ami romlásnak indulta, azt le lehet lassítani, de nem tudjuk visszafordítani. Hogyha egy gyümölcs romlásnak indul, és hagyjuk, akkor teljesen ehetetlenné válik. De betesszük a hűtőbe a folyamatot, nem fordítja meg, csak lelassítja. Ezért az új teremtés. Arra van szükség, hogy újjá szülessetek. És aki csak tudtok, szülessetek újjá. És ne engedjétek, hogy csak úgy menjenek az emberek a bizonytalanra. Beszéljetek Jézusról, beszéljetek a megváltóról, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy megmentse mindazt, ami elveszett, mert a föld bűnös állapotba találtatott. János Evangélium 5.22-26.
mert az atya nem ítél senki, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most vagyok, amikor hallják Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. S hála és dicsére. Isten sokáig eltűr dolgokat, és amiben majd megítéli az embereket a testiség. Ma sok mindent az emberek természetesnek hisznek. És 50-100 évvel ezelőtt még botrány lett volna, olyan dolgok, ami ma már teljesen szabatos. Szép lassan betört a szabatosság, pedig Isten azt mondja, mindent szabad nékünk, de nem minden használ. Tehát meg fog rendülni a föld, de még mielőtt megrendülne a föld, fejlődjön, mert az emberi élelem is hanyatlik. És Istennek a megoldása, az új teremtés. Hálát adunk Istennek, hogy kimenekülünk ebből, és az elragadtatás is a mi részünk. Mert vigyáznunk kell. Hirdessétek az igét, menjetek ki széles a világra, és hívják az emberek segítségül az Urat, még nem késő. Még van egy kis idő, de felhívom a figyelmetek, hogy az örök élet, az Úr Jézushoz való tartozás, ez nem a vallási hagyományok követése, sem a jó cselekedet, sem a gyülekezethez való tartozás. Az üdvösséghez semmi más nem kell tenni, mint a szívedbe elfogadni az Úr Jézus Krisztust, Isten fiát, mint megváltót. A Biblia tanítja, hogy a hitünkről megváltozik, kell tenni. Ezért el kell mondjad, és mondasd el a szeretteiddel is. Mert az új teremtés győzön, akkor, amikor még a csillagok is le fognak jönni az égről, és nagyon komoly és gonosz idők lesznek, és Isten megrázza még egyszer a földet. Hívjátok segítségül az Úr, amíg nem késő, és ha nem vagy benne biztos, hogy ha haza kell menned, hogy tudod-e, hogy a pokolba vagy a mennyországba mész, ha nem vagy benne biztos, kérlek, hívlak Isten királyságába, és kérlek, vald meg velem együtt. A Róma levél 10. fejezete, 8-9-10-es igé alapján. Azt mondja az ige, mit mond, közel hozzád a beszéd. A szádban, a szívedben a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy feltámadt a halálból megtartató, kérlek, mondd el velem hangosan, hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram. Kérlek, Jézus, legyél az én megváltó. Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyító. Hiszem a szívembe, és a számmal vallást teszek a hitemről. Vérem megvásárolt hívő vagyok, Jézus vérén. És Jézus vére kiontatott a kereszten. Az én megváltásomért, az új teremtésért. Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én megváltóm. Jézus, te vagy az én gyógyítóm. Ma kijelentem, hogy meg vagyok váltva, és hozzád tartozom, Uram. És köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Az új teremtés, az meg tud változtatni. És hiszen, hogy mindannyian segítségül hívjátok az Úr Jézust, és a szeretteitekkel is elmondassátok ezt az imát, mert komoly idők vannak, utolsó idők, utolsó órák. Cselekedjétek meg az igét, legalább a családodat, a szerettedet üdvözítse. Hívd őt be a királyságba, mert komoly idők vannak és lesznek. Hisz felfoghatatlan, minden nemzet meg lesz rázva. Aztán az ég, a föld, a tenger, ahogy az igéket mondtam. Hát beszélnünk kell erről. És biztatlak és bátortalak, hogy légy a családod üdvözítője. A családod evangélistája, a barátaid, a környezeted. Mondd el, hogy Jézus Krisztus az ő megváltójuk, és Úrunk, és hogy menekülj ki ebből a gonoszból, ami vár a földre, és a föld lakosaira. Mondd el az embereknek, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartaték. Mert az Úr Jézussal elmegyünk annak idején, és a megpróbáltatásokból mi kimaradunk. Mindaz, ami vár a földre, mindaz, ami vár itt a föld lakóira, az egész világra. De van kimenekedés a pusztából is, a kietlenből is Jézussal, aki segítségül hívja őt, az megtartaték. És Jézussal együtt fogunk majd örvendezni és elmenni. És a megpróbáltatás, a földön maradtak lapok várni, akik nem hívják segítségül az Urat. Hát bízzatok! Isten megadja a kimenekedés minden ember számára. Akik fognak kimenekedni, akik hisznek, akik elfogadják Isten igéjét, Isten valóságát és az ő egyszülött fiát, aki meghalt a kereszten, hogy mi megmenekülhessünk a gonosztól. Utolsó időkben vagyunk. Ez egy komoly felszólítás mindenki számára. Hogy amíg nem késő, hívjátok segítségül az Urat, és biztosítsátok a helyeteket, hogy az elragadtatásnál mindenki elmenjen. Az Úrral együtt köszönjük Istennek az ő kegyelmét és jelent.